Pirosra váltott a szemafor fénye, egyetlen vonat sem közlekedik a déli pályaudvarra. A MÁV szombat este zárta le a közlekedés elől a déli és kelenföldi pályaudvarok között lévő alagutat, mert újabb kövek estek a vágányra, és tovább csúszott a támfal. Egy héttel korábban már 8 darab, egyenként 80-100 kilós támkő zuhant le a sínekre, ezért kellett a bal vágány teljesen kizárni a forgalomból. A jobb vágányon akkor még haladhatott a forgalom 10 km/h sebességgel, de a katasztrófavédelem kollégáival együtt végzett helyszíni felmérés során azt állapították meg, hogy biztonsági okokból le kell zárni a teljes alagutat, így a déli pályaudvaron már nem közlekedhetnek, illetve a déli pályaudvaron már nem érkezhetnek vonatok. A déli pályaudvar lezárása naponta 250 járatot érint, hétfőn több elővárosi vonatot is töröltek, más járatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A MÁV vonatpótló autóbuszokat közlekedtet a déli pályaudvar és kelenföld állomás között. Az utasok részletes felvilágosítást a MÁV Start honlapján találnak. A vasúttársaság szóvivője egyelőre nem tudta pontosan megmondani, meddig lesz lezárva a déli pályaudvar. A legsürgősebb feladat az mindenképpen az lenne, hogy ezeket a záróköveket tehermentesítsék. A teljes helyreállítás pedig majd valószínűleg ugye a második negyed évben következhet be. A MÁV Start ZRT kezelési költség nélkül visszatéríti a menet jegyárát azoknak, akik emiatt mondanak le utazási szándékukról.